A vonalban Lendner Csaba közgazdász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért hívtam fel, mert most, hogy Horvátország csatlakozott az euróövezeti zónához, tulajdonképpen a szomszédaink közül most már csak Románia, tehát az uniós országokra gondolok, csak Románia nem tagja ennek az euróövezeti csatlakozásnak, és ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy milyen előnyei, hátrányai vannak egy adott ország számára, hogy bevezet az eurót. Nálunk most már hosszú évek, sőt évtizedek óta vita tárgya az, hogy kell-e euró vagy sem. Hogy látja az elmúlt években a magyar gazdaságpolitika teljesítményét és trendjét figyelembe véve, közelebb vagy távolabb került Magyarország az euró bevezetésétől? Hát ami az előző évtizedet illeti, akkor azt mondhatom, hogy Magyarország bármikor bevezethette volna az eurót, ugyanis azoknak a Maastrichti kritériumoknak, amelyeket egy eurót bevezetni akaró országgal szembe támasztanak, azoknak mi nagyjából megfeleltünk. Azonban közgazdaságilag, hogyha szélesebb spektrumban vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor azt kell mondjam, hogy ezek a belépési kritériumok, amelyeket Maastricht támaszt, azok nem átfogóak. Mi itt alapvetően a 2010-es években azt vettük figyelembe, hogy a magyar gazdaságnak a versenyképessége még elmarad a nyugat-európai országokétól, tehát hogy nekünk fejlődni kell még versenyképesség, termelékenység, hatékonyság vonatkozásában, ahhoz, hogy ennek az euróövezetnek teljes jogú tagjai lehessünk. Tehát nem akartunk abba a hibába beleesni, mint amiben jó egy évtizede, kettő, Görögország is beleesett, amikor úgy lépett be az euróövezeti térségbe, hogy a gazdasága nem volt versenyképes, és a költségvetési szektorában is voltak problémák. Hangsúlyozom azonban, a magyar gazdaság a 2010-es években óriási teljesített, mind a költségvetési hiánynak az alakulása, mind az államadóság, mind az infláció, mind pedig a kamat százalékok tekintetében azokat a számszaki kritériumokat, amelyeket az európai monetáris térség meghatároz követelményként mi teljesítettük volna. Azonban azt gondoltuk, hogy még fejleszteni kell a versenyképességet, időköze pedig 2020-tól külső tényezők hatására, hát minden ország, így Magyarország állampénzügyei is meggyengültek. Tehát most jelenleg nincs napirenden Magyarország euróövezeti csatlakozása. Tehát, ha jól értem a szavait, most egy picit távolabb kerültünk az euró bevezetésétől, de felmerül az emberben, aki nem szakember és nem napi szinten foglalkozik a gazdasággal, hogy Horvátország vagy Szlovákia ennyivel előrébb tart, hogy ők már bevezethették az eurót, vagy ők is kockáztattak? Hát amikor Szlovákia bevezette az eurót, a szlovák gazdaság jól prosperált, ezek a 2000-es évek voltak, hát a magyar gazdaság meg pont akkor esett vissza teljesítmények szempontjából. Emlékezzünk arra vissza, hogy 2002 és 2010 között az országot neoliberális politikai erők irányították, amelyek csődbe vitték az országot. Tehát igen, akkor ott lett volna lehetőség arra, hogyha az első kormány, első Orbán kormány idején végrehajtott sikeres gazdasági periódusa folytatódott volna 2002 után is, akkor beléphettünk volna a szlovákokkal együtt az euróövezeti térségben. Azonban míg Szlovákiában javultak a makrogazdasági mutatók, Magyarországon pedig romlottak. Na most ugye pont az az érdekes, hogy akik annak idején a magyar gazdaságot hibás fejlődési pályára vitték, pont ők kritizálnak most bennünket, hogy miért zárkózunk el az euró bevezetésétől, vagy miért zárkóztunk el. Ami pedig Horvátországot illeti, hát azért azt világosan látni kell, hogy minden országnak más a gazdasági adottsága. Horvátország esetében egy alapvetően turizmus vezérelt országról van szó, olyan országról, amely a jugoszláv időkből is már egy erős gazdasággal rendelkezett, nem volt neki számottevő államadósága, egy kisebb nemzetről van szó, és hát a másik oldalon meg tegyük hozzá azt is, hogy most a horvátokat ilyen hirtelen bevették a monetáris zónába, azért emögött egyfajta látványpolitika is meghúzódik az Európai Unió részéről, mert 8 éve
a monetáris zónába új tagállam nem lépett be. Még 2013-ban a litvánok léptek be, hát 8 év alatt semmi nem történt. Tehát az európai monetáris zóna részéről ez egyfajta kirakat politika is. Én azonban hangsúlyozom, hogy ez az euró bevezetés, ez nem csak arról szól ám, hogy akkor bevezetjük az eurót, hanem azt is jelenti, hogy az adott országnak a központi bankja, nemzeti bankja attól kezdve önálló monetáris politikát nem folytat. És itt egyértelművé akarom tenni azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2013 óta egy növekedési katalizátor, egy pénzügyi stabilitást biztosító, egy infláció elleni harc éllovasa, és a versenyképességi stratégiának az alakítója. Mi most erről az önállóan vitt Magyar Nemzeti Banki monetáris politikáról nem mondhatunk le. Tehát itt a válságosabb évek alatt is nekünk szükségünk van arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is a nemzetgazdaság szolgálatába álljon, és a kormánynak a fiskális politikáját segítse. Horvátország esetében mondom azt, hogy más adottságok vannak, egy idegenforgalomra épülő ország, ahol már régebben is euróval fizettek a német turisták, meg hát a más turisták is. Egy olyan országról van szó, amelyben magas a külföldön dolgozóknak a hazautalási, pénzhazautalási, jövedelem hazautalási képessége, és hát a horvát idegenforgalom bevételei pedig euróba jelentkeznek. Magyarország egy más gazdasági szerkezetű ország, nekünk nincsen tengerpartunk a trianoni békeszerződés idején, a Fiumei kikötőt is tőlünk elkapcsolták, horvátok azóta is élvezik ennek az előnyeit, tehát én azt mondanám, hogy óvatosan kell bánni az euró bevezetésével Magyarország esetében. Értem, amit mond, hogyha egy ország belép az euróövezetbe, akkor tulajdonképpen az önálló monetáris politikáját elveszíti. De az emberek... Igen. De az embereknek nem jobb-e az, hogyha euróban kapják a fizetésüket? Az exportáló vagy importáló vállalatoknak, tehát a külkereskedelemben nem jobb-e, hogyha euróval kell fizetni? Vagyis 2 percünk maradt, hogyha össze kellene foglalni, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az eurónak, akkor mit tudna mondani? Hát előnye az itt a horvátokból levezetve, hogy nincsenek átváltási költségek. De hangsúlyozom azt, hogy tehát nem kell a kunára átváltani az, aki Horvátországba költeni akar a dollárját vagy az euróját. Jelenti azt is, hogy egyfajta stabilitás jelent a euró használata, de csak ideiglenesen a jelenlegi viszonyok között, ugyanis nem vagyunk abba bizonyosak, hogy az Európai Unió azon belül pedig a monetáris zónának a dolgai jó irányba mennek. Tehát Horvátország egy olyan övezethez csatlakozott, amely jelenleg a mai nap, még a jövő héten is előnyös, azonban nem vagyunk abba bizonyosak, hogyha mi is belépnénk, ha teljesítenénk a feltételeket, hogy nekünk is ugyanígy előnyösek lehetnének ezek a feltételek. Én hangsúlyozom azt, hogy itt a Európai Központi Bank alá való beintegrálódás, amely az euró bevezetésével automatikusan jár, mi erre nem vagyunk felkészülve. Szükségünk volt a növekedési hitelprogramra, szükségünk van az önálló jegybanki infláció ellenes politikára, és a pénzügyi stabilitást szolgáló monetáris politikai eszközökre. Az európai monetáris zóna mindezt normatív alapon teszi meg, tehát az egyes országoknak az igényeit nem veszi olyan alaposan figyelembe, mint azt egy saját nemzeti bank teheti meg. Tehát Horvátország, Szlovákia egy más ország, más makrogazdasági pályával rendelkezik. Nekünk az az érdekünk, hogy a magyar gazdaságnak a hatékonyságát, termelékenységét folyamatosan javítsuk. Erre pedig mind a kormánynak a fiskális politikája, mind pedig a Magyar Nemzeti Bank monetáris eszközei kiválóan alkalmasak. A fél percünk maradt, de ha már említett az inflációt, az euró bevezetése nem gyógyír az infláció letörésére, illetve ha mondani kellene egy évszámot, hogy mikorra érheti el a magyar gazdaság azt a szintet, amiről beszélt és belépett az euró övezetbe, akkor mondaná egy évszámot. Tudom, hogy a politikusok nem szívesen mondanak ilyet, de hát ön ezt megteheti.
Igen, hát az a helyzet, hogy az infláció letörése ellen a monetáris zóna tagság, az euró alkalmazása az nem gyógyír. Ennek ékes bizonyítéka azt, hogy most már közel egy évtizede használnak a volt szovjet balti tagköztársaságok, Lettország, Litvánia, Észtország eurót, azonban ott az inflációnak a mértéke hasonló, mint amely Magyarországon van. Tehát nem jelenti automatikusan az inflációnak a megfékeződését, sőt azt kell mondjam, hogy ott a nyár elején, tehát 22 nyár elején, amikor Magyarországon még 10%-ot sem ért el a infláció, ott a balti országoknál már akkor 20% fölött volt, tehát semmiféle pozitív összefüggés az euró alkalmazás és az infláció között nem húzható meg. Ha évszámot kell mondanom, akkor azt mondanám, hogy az évtized végére egy sikeres magyar felzárkózási termelékenység hatékonyság javító program esetén Magyarország pályázhat a monetáris zóna tagságra és az eurót alkalmazhatja.